Jó napot, kedves nézőközönség, és eljutottunk a második világháborúig, Nagy nehezen. amit is egyszer, mint át fogok vezetni majd a jelenlegi rohamalakulatokra, hogy ismételten átnézzük őket egy kicsit más szemszögből. Na de előbb akkor helyezzük kontextusba a dolgot. A második világháborút nem szeretném, azt... Azt mindenki tudja, hogy 39. szeptember 1-től 45. szeptember 1-ig tartott. Igen, de... Ugye a második világháborús szovjet rohamalakulatokat, talán ezt szovjet vonalon a sztálingrádi csatáig érdemes visszavezetni, ott ugye Csujkovék már alkalmaztak kisebb rohamcsoportokat, ez jellemzően néhány fős volt, akiket viszont egy nagyobb támogatóegység biztosított, látott el utánpótlással, felszereléssel és a többi. Ezek a kisebb csapatok géppisztolyjal voltak jellemzően felszerelve, szóval ebben is kiemelkedtek a többiek közül, illetve a korábbi rohamegységekhez hasonlóan szintén nagyon nagy mennyiségű kézgránátot használtak el. Szóval talán erre lehetne leginkább visszavezetni, majd pedig ugye 1943 találtak fel az első szovjet rohamutász, dandárok, szóval rögtön elég nagy formációkról beszélünk. Spanyolországban már szereztek tapasztalatot a századokkal, meg a zászlóaljakkal, minek kell azzal szakodni. Igen. Itt is az volt a lényeg, hogy minél több támogató egységet vonjanak be ezekhez az amúgy viszonylag kisméretű támadó csoportokhoz. Szóval viszonylag kis gyalogság támadott, jól felszerelve, de őket támogatták saját tüzérségi dandár szinten, ami így az alcsoportokba is le volt osztva valamennyire, saját, hát nyilván voltak benne utászok is, ténylegesen nem csak lövészek, ez ugye a nevéből is következik, de voltak ezekben harckocsik is, voltak... lángszórók és... Igen, lángszórókat igen, kimondottan szerették abban az időszakban. Igen, ködvetők, szóval így az, szóval egy nagyon komplex rendszer volt leszervezve egy alacsony szintre. 44-ben aztán létrejöttek a rohamosztályok, szóval akkor már kisebb szintre vitték le a dolgot, szóval nem dandár szintről beszélünk, ahol is egy lövészzászló, egy harckocsi századdal kiegészítve, utász századdal, ez tüzérség. Szóval szinte minden nagyon hasonlít ahhoz, ahogy most van. Hát meg ez azért a valljuk be, ez azért a németeknek a mindenfajta kampfgrupp és megoldásaihoz is hasonlított, amivel azért 40-41-ben, még 42-ben is elég sikeresek tudtak lenni. Meg azért ez megint hasonlított azért a más gépesített haderőkhöz is, tehát az amerikaiaknak is ez a kombat. Hát igen, de ez nem group. Gépesített jellemzően, igen, szóval ez változik. Gyakran úgy nézett igen. ki, akár városi harcban, így ezekkel leggyakrabban városi harcban találkozhattunk, néha bevetették őket lövészárak vonalak áttörésére, igen. és ugye az lett volna az eredeti elmélet, hogy arra használják őket, de a gyakorlat úgy hozta, hogy legtöbbször városi kerültek bevetésre. Igen. Kimondottam Budapest, Breslau, Berlin. Igen, szóval, hogy az út egyik oldalán toltak egy löveget, másik oldalán toltak egy másik löveget, és közben ott a házakon belül pedig haladtak ezek a kis rohamcsapatok. Tetőbe, amiket... pincébe, mindenhol, igen, út, igen. utcán, úton, útfélen, ablakon bemászva, kimászva, fölrobbantva a falat minden módon. Szóval egy nagyon összfegyvernemi csoport volt, ahol szintén adtak arra, hogy ezeket a rohamcsapatokat mielőbb lecserélje egy másik csapat, amelyik aztán tartani fogja az adott objektumot. Illetve azért ezek próbáltak néha beszivágással is operálni, azért az elég jól ment nekik Budapesten is, meg Berlinben rövidebb időig, de ott is azért néha átszivárogtak a vonalakon. Tehát igen, is ügyesek voltak. Szóval ugye az egyetlen nagyobb különbség így hadszervezetileg az, hogy ezekben volt általában aknakutató kutyás század, jelenleg pedig nincs. Ilyesmie nincs az oroszoknak, illetve vannak aknakutató kutyáik, csak nem látom, hogy így a rohamegységeik mellé ezeket jelentősebb mértékben megszerveznék. Ki tudja, hogyha baskvill lovasságot visszahozták, akkor lehet, hogy ezt is, ez korábbi, ez jóval közelebb van, mint maga a baskvill lovasság, szóval... Igen.
Igen, szóval nagyjából így nézett ki, de nézzük meg, hogy hogyan nézett ki a háború elején mondjuk egy orosz lövész, gépesített lövész alakulat, és hogy ehhez képest milyen fejlődés jelentette egy roham alakulat. De mondom, azért nem elhanyagolható, hogy ott a németektől, meg a finnektől, amit szintén nem nagyon szoktak elismerni, rohadtul sokat tanultak. Tehát furcsa módon a finn hadjáratnak, a 39-40-es téli elképesztő elcseszésüknek a tanulságait olyan inkább 41 végén vonták le. Hát azt elemezték már a két elemezték háború között ott is, szóval... Igen. A Timoshenko volt az egyedül, aki megmerte mondani Stalinnak, hogy ez nem volt azért olyan nagyon jó, és ott legalább a tisztek egy részét azt... Nem biztos, hogy gulágra kéne küldeni azért, mert nem győztek, meg párat ki kéne onnan engedni, tehát ő volt az, aki ezt itt tényleg kimondta a marsalok közül, akik még akkor megvoltak. Hogy... Szóval 41-re az ottani tanulságok alapján már sokat fejlődtek tulajdonképpen már nyárra is, bár akkor ugye a vereségekre ráfoghatjuk, hogy hát nem is, de ez nem igaz, egyáltalán nem igaz, sokkal jobban harcoltak 41 nyarán akár, sokkal jobban megvoltak szervezve, hát sokkal jobban fel voltak szerezve, mint a téli háború idején, szóval már tanultak addigra is belőle valamennyit, minden esetre a roham harcászatok ugye a háború második felében alakult ki. Mondom, jelentős részt azért ez Csujkov szervezte meg ennek az alapjait, még Sztálingrádban. Az se volt teljesen előzmények nélküli nyilván. Odesszánál meg Szevasztopolnál azért használtak roham csoportokat. Tehát ezt azért közbevetném, hogy ott, de hát Szevasztopolnál egyértelműen használtak, és azért az a Sztálingrádi ütközet előtt van. Hát használtak olyasmiket, de nem csak volt azok, olyan csak azok tengerészgyalogosok. Nem volt olyan szinten, doktrina szinten leírva, Csujkov meg ugye leírta, igen, és hat, ezt hat a háború fok. Későbbi részeiben terjesztették is. Igen. A normál szovjet lövész csapatok között is, hogyha városi harcra került sor, akkor rögtön igen. A tisztjeik elég jó eséllyel kaptak egy ilyen, nem is tudom, 60-70 oldalas kis iratot, amivel ugye Csujkov vetett papírra, annak sokszorosítását persze, hogy ezt hogy is kellene megvívni, hogy hogyan kellene átszervezni ilyenkor a normál lövész századékai rohamcsapattá. És előn néha két-három napos ilyen kurzusokat is tartottak nekik speciális, hogy megbízott előadók, meg pártreferensek, meg stb. Meg olyanok, akiknek volt ebbe tapasztalata. Tehát azért valami energiát ebbe tényleg bele tettek, főleg 43-tól, hogy ebbe legyen egy ilyen képzés. De azért a roham csapataiknál ott tényleg én nem hanyagolnám el azt, hogy tanultak a németektől jócskán. Mert azért az, hogy a németek 41-ben Ukrajnában milyen kis erőkkel, milyen óriási sikereket értek el, például a Lipstandarte. Hát igen, de egy viszonylag másmilyen harcászattal. Nem szóval. Ugyanaz, persze. Nyilván az is valamennyire az első világháborús német harcászat alap, de azért más volt a kettő. Más, persze, és a szovjeteknek más volt a stílusuk, meg a végrehajtási módjuk is nyilván, de azért nem elhanyagolható, hogy azért tanultak közben a tengely országoktól is, meg hát kalapálták maguk is a saját kis észrevételeiket. Igen, de a Stalingrád az egy jó kiinduló pont amúgy. Igen, itt amit kiemelnék a szovjeteknél, amiben talán valamennyivel másabb volt, az a rengeteg támogató elem, igen. Hogy tényleg maguk ezek a kis roham csapatok kicsik voltak, de mindazok a támogató elemek, amiket köré összegyűjtöttek, viszont annál számosabbak voltak, és annál nagyobb tüzelőt koncentráltak, és annál többféleképpen igen. Tudtak beavatkozni ennek a roham csapatnak az oldalán. Ugyanez igaz a jelenlegi orosz roham csapatokra is, hogy itt is maga a támadó roham szakasz a maga 12 főjével meglehetősen kicsinyke. Nagyon kicsi. Nagyon kicsi. De ugyanakkor mindenféle módon tudják ezeket támogatni. Na de szerintem most ugranék egy picit, aztán utána még kalandozhatunk a történelemben. Még egy, bocsánat, megszakítom, egy észrevétel még, hogy azért az is egy pszichológiai váltás kellett a szovjet haderőből, hogy azért Stalingrádig ők folyamatosan visszavonultak. Moszkva alatti harcokat leszámítva mindig csak vissza, ezért ezt az egyik marsaljuk elég jól le is írja az emlékirataiban, nem Csujkov, hogy hát filozófiailag csak a védelemre voltak beállva a tisztjeik.
Hát igen. Mondhattak ilyeneket, de igen. Valójában amint levegőhöz jutottak, hát korábban is ellentámadni próbáltak. De nem voltak sikeresek azok az offenzíváik. És az alacsony rangú tisztjeik igazán, és ez tényleg szakértő volt, Gorbatov most az első világháborúban is szolgált már, Gulágot is megjárta, megmondta, hogy igazán csak a védelemhez értettek a szakasz megszázott szinten. Nem értettek jól a támadáshoz. Ő a déli arcon a szakaszon, hát, Moszkva alatt lehet, hogy már igen, de ő azt mondta, hogy 42 nyarán déli arcon a szakaszon nem értettek a támadáshoz. Védelemhez igen. Hát nem ment túl jól a támadás, de azért próbálkoztak vele. Nem. Hogy ennek annyi értelme volt, lényegében Zsukov már a leningrádi csata eleje óta ezt alkalmazta, hogy ha egy szovjet hadosztályt nem támadnak, akkor az kezdjen önálló támadásba, akcióba, és akkor így legalább leköti a németeket, és akkor előbb-utóbb elszipkázza az energiát. Igen, előbb-utóbb a német támadás így ki fog fulladni. Igen. Sokkal, legalábbis sokkal jobb helyzetben lesznek, igen, mint hogyha a németek azt csinálnának, amit akarnak, úgymond azzal, mivel, hogy szabadon pakolják a súlypontot. Igen, mivel több katonájuk volt, meg több emberük, mint a németeknek, ezért ez működött is. Igen, de hát ugye ez nem, nyilván nem volt nagyon jól kitalálva, nem. Ugye 41-ben még olyan rendszabályokat hoztak, hogy hát a dicső szovjet katona az nem görnyed le támadáskor, hanem egyenesen kihúzott testtartásba rohamozik, mert ez az lágókaba jó. Nem mutatja semmi jelét a félelemnek, hát, nem igen. Szép dolog. Tapotta se hátra. Igen. Szóval igen. De ugye nagyon szépen leírt taktikus formát ez Stalingrádban öltött, amit aztán ugye ilyen nagyobb szervezeti egységekre, mert ugye Stalingrádnál lényegében az volt, hogy a normál lövészszázadokat alakították át, vagy alatta a lövészszakaszokat, ezeknek a létszáma sokszor nem különbözött, mert nagyon gyorsan kicsi leolvadtak, volt, és ezeket alakították át ilyen rohamformációkat, de azt ugye a németek is átvették egy idő után, még sztálingrádi csatán belül is, hogy a lövész zászlóaljaikból megpróbáljanak, és legalább egy részéből ilyen hasonló formációkat kialakítani. Legsikeresebben az ott tartó horvátoknak ment, amit mindig dicsérünk. Igen. Zadomskromni. Igen, és akkor most ugranék 2022-re. 22-ben hogy is nézett ki egy orosz szakasz, mondjuk. Azon belül persze rajt is megnézhetjük. Szóval egy szakasz ugye állt három rajból, ez ugye hagyományosan így működik a hadseregekben az osztás, szóval egy szakasz három raj, egy szakasz, három szakasz, egy század, igen. És így tovább, egészen a dandárig, mert a dandár az ilyen kakukktojás, mert az négy harcoló zászlóalj, az ezred lenne, ami három, ugye az így a hagyományosabb formáció, ez itt a kettő között a fő különbség. És egy ilyen szakasz állt ugye három rajból, ezek 9 fős rajok. Minden esetben lényegében, akármilyen járművel is vannak, nem baj, hogyha az egy MTLB, és elférnének benne sokkal többen, akkor is 9 fős. Ugye ez még a késői szovjet 80-as évekbeli szabályokat tükrözi amúgy, szóval ez nem annyira orosz újítás. Ebből 2 fő kötődik teljes mértékben a járműhöz. Nyilván, hogyha páncélosról beszélünk, ha nem páncélosról beszélünk, akkor csak nem kötődnek hozzá. Az egyik a sofőr, a másik pedig a fegyveroperátor. De itt sokféle fegyver elképzelhető. MTLB-n az is elképzelhető, hogy nincsen, de az a legritkább, és ugye a háború elején nem is igazán alkalmaztak MTLB-ket. Szóval lehet, hogy gépágyú, löveg, géppuska, akármi, mindegy, azt valakinek kezelnie kell, és az nem hagyja el a járművet akkor sem, amikor a gyalogság leszáll. Maga a gyalogság pedig a többi 7 főből áll. Ez 2 csoportra oszlik, amint leszáll a járműről, egy tűzcsoportra, illetve egy manővercsoportra. A tűzcsoportban van egy géppuskás, a géppuskás mellett egy segédgéppuskás, aki hát gépkarabéllyal harcol, amikor éppen nem a géppuskásnak segít, hogy a géppuskásnak annyiban segít, hogy viszi neki a lőszert. Tehát meg a tárcsájénél mondjuk, vagy a szantcsájénél. Hát esetleg igen. Illetve van egy gránátos, minél az RPG van, illetve egy segédgránátos, aki még visz néhány RPG gránátot. Illetve ugye van
Ja, igen, meg hát a rajparancsnok nyilván, aki csak a saját gépkarabélyát viszi. A manővercsoportban pedig van egy rangidős lövész és egy lövész. A rangidős lövésznek annyiban tér el a felszerelése, mint egy lövésztől, hogy neki van egy cső alatti gránátvetője. Ez egy GP 25-ös, 30-as, valami ilyesmi. És hát ugye, hogyha páncélosok amúgy gyalogság nélkül vannak, akkor ők egy Brone gruppát alkotnak, szóval ezt a háború elején nagyon gyakran csinálták az oroszok, mert viszonylag kevés gyalogságot vittek magukkal, de sok páncélost. Ugye ez köszönhető volt annak, hogy a sorozottakat otthon hagyták. Köszönhető volt annak, hogy hülyék voltak, és azt hitték, hogy az ukránok nem fognak komolyan. Igen, igen, meg hát ugye maga ennek a nagy belorussziai hadgyakorlatnak a megszervezése is például úgy zajlott, hogy lényegében a katonai körzet parancsnokat kivéve így a támadás megelőző egy-két napig nem, senki nem tudott róla, hogy abból lesz valami, és hát úgy gondolták, hogy az jól mutat, hogyha sok páncélost visznek, úgy se kell majd kiszállni a gyalogság nagy részének a gyakorlaton. Jó lesz. Szóval sok ilyen szokásos szovjet idiotizmus volt. Hát ez a Destan csoport, ezt nagyjából így lehet. Az nem Destan csoport, mert az csak páncélosok belel, mert nincs gyalogság. Szóval csak sofőr van, meg fegyveroperátor. Jobb esetben van fegyveroperátor. Elméletleg kell, hogy legyen. Hát igen. És hát ugye ez a raj támadásban amúgy 300 méteren bontakozna szét, ugye három páncélos, meg a kis gyalogság. Az alapból már egy őrültség, mert 300 méteren ezek semmilyen támogatást nem tudnak egymásnak nyújtani ilyen 5-6 fős csoportokba. Tehát hát igen, a páncélos egyik oldalán 5 lövész, a másik oldalán 2 lövész, és a páncélos megy középen, 100 méterrel odébb meg megy a másik semmi, páncélos. Semmilyen támogatást nem szóval ez lett volna az elgondolás, de ezt nem is igazán tudták megcsinálni, mert támadás kezdetén éppen fel volt ázva minden, szóval az utakról nem mehettek le ezek a páncélosok. Én ezért nem hittem most, hogy ezt bevetném abból, hogy bármilyen háború lesz, mert éppen közeledett a legendással az időszak, és ki az az őrültök olyankor támad. Én mondtam, hát az orosz vezér. Te mondtad, igen. Két információt elhallgattál, megmondtad volna, hogy a Kaszpiak ott a kihajózott a Fekete-tengerre, akkor átgondolom, mert olyan még soha a történelme nem volt. Igen. Mindegy. Hát ugye amúgy két dologból lehetett sejteni, egyrészt, hogy a felvonulás mérete első alkalommal volt nagyjából olyan méretű, hogy elégséges lehet a katona akár egy ilyen hadművelet sikeré, ez a másik pedig ugye Bidennek a kijelentései, egyrészt ugye az amerikai katonák kivonása, másrészt pedig az, hogy Kerek Perec kijelentette, hogy amerikai katonák nem fognak harcolni Ukrajnáért, nem fog küldeni semmilyen körülmények között katonákat. Hát meg az, amit mondtál nekem, hogy már folyamatosan építették a Pripyatba az utakat, meg a hidakat. Igen, az egy is, szóval, hogy az építkezés is erre mutatott, volt. De az még lehetett volna megtévesztés. Ugye magában, hogyha az erők mérete nem megfelelő hozzá. De abból, hogy az erők mérete viszonylag közelített ahhoz, hogy megfelelő legyen. Hát igen. Illetve hát ugye Bidennek ezek a kijelentései, amik így lényegében már meghívónak is tekinthetők voltak Ukrajnába. Ravasz módon. Utólag kiderült. That's the plan. Utólag legalábbis elfoghatja is. Csapdába csaltuk a macit. Igen, igen, de hát hogyha hogy az alaptanácsaik jönnek be, hogy... 4 napig bírja ki, igen. Zelenszky meneküljön el nyugatra, és alapítson egy migráns kormányt, aztán majd tárgyalunk valamiről, igen. Most ez sem bízott a győzelembe. Akkor azért másképp alakult volna, bár nyilván a szankciókat nagyrészt akkor is életbe léptethetik, szóval akkor is azért valami nyeresége lett volna a dolognak. Amerikai mindegy. Szempontból. Na mindegy, szóval ez volt az alapformáció. És hát ehhez képest annyiban tér el a rohamosztály, hogy ugye nem nincs ez a kevéssé mozgékony tűzcsoport, mert azért valljuk be, hogy viszonylag statikus dolog, szóval az, hogy öten ott vannak, van géppuskájuk, RPG-jük, minden, de ezt kevés helyre lehet beküldeni, egy lövészárokba ezt nem lehet beküldeni, egy
házba lehet, hogy túlzás azért beküldeni, illetve ott osztódnia kellene, úgyis. Mit csinálsz egy házba, érted? Megdobálod vele az ellenfelet, leütöd a kályhacsővel. Van az RPG-snek is most már gépkarabélya. Hát, tudom, szóval, persze, csak... Ugye a szovjet időkben amúgy egy jó ideig nem volt az RPG-snek, de most már van. Hátán hordja az RPG-t, miközben a gépkarabélya lő. Igen, szóval ennél azért egy kicsit mobilabb kellett, hogy legyen a dolog. Másrészt pedig szerették volna, hogyha ez... Szóval szerették volna, hogyha minél több támogató eszközt ezt be tudnak vonni, és egy kimondottan ilyen formációja ez a raj, ugye egyrészt több csoportra oszlik, következésképpen valamivel kevésbé fog egyszerre elesni egyik igen, vagy másik azt, csoportja. Azt az amerikai tengerészgyalogosoktól vették amúgy át, akik már második világháborúban ezt alkalmazták. Ez az egyik. A másik ugye ott a hátsó csoportban, 4 trojkából a negyedikbe bele lehet integrálni a drónoperátort is, ami hát egy fontos dolog lenne. Másrészt a viszonylagos biztonságban van a rajparancsnok is ahhoz képest, mint hogyha a tűzcsoportban lenne. Harmadrészt pedig a támogató egységek, hogy úgy voltak vele, az a logika lényege, hogy ha már egyszer viszonylag kevés gyalogosunk van, akkor azokat támogassuk minél nagyobb tüzerővel. Tüzérség. Igen, és éppen ezért a roham osztályaikba be van szervezve saját önjáró aknavetős ütek, saját tüzérütek. Mi nincs. És azon belül a roham századok szintjére is be van szervezve. Saját tüzérség, saját aknavető üteg. Osztályszinten vannak, van egy harckocsi szakasz, illetve, hogyha lemegyünk így századszintre, századszinten is van még egy páncélos csoport, egy harckocsival, meg három valamiféle másmilyen páncélozott járművel, BMP-vel, BTR-rel, ami szintén tűz támogathat. Meg itt még egy közbevetés, szerintem talán az is lehet náluk egy fontos ilyen filozófiai dolog, hogy ugye ez egy 12 fős csoport, amit viszont egy tiszt vezet. Na most az orosz altisztek notóriusan képzettek. Jelentős részük, egyszerűen a 10 éve szolgálok tizedesként, akkor most már őmester lettem. Típusú előléptetési rendszernek a terméke, egy jelentős része meg alkoholista. Egy jelentős része viszont olyan sorozott, aki alig várja, hogy lelépjen. Tehát úgy, hogy levittek oda is egy tisztet, aki valószínűleg azért jobban képzett, mint ezek. Jobb az operációs vezénylés, másrészt a tisztek is nem egy 30 fő szakasznál kezdik meg a tevékenységet, ahol már csúnyán elcseszhetnek sok mindent. Igen. Ott egy 11 fős emberes csoport, süsd meg, megy egy ilyen, akkor utána két ilyen szakod lesz, vagy három. Na, cseszd meg! Igen, ugye tradicionálisan a szovjet rendszerben az altiszteket nem külön képzik, hanem előléptetik. Legénységből kiemelt szerencsétlenek, akiknek egy része ezt nem akarja csinálni. Tehát itt ez a mai napig így van, hogy rányomják, kész, ehhez hasonló ugye a franciáknál volt, hogy 20 mit tudom én hány hónap sorkatonai szolgálat után ki a tököm az, aki nem kap legalább 2 csillagot. Szoroszoknál azért legutóbbi időkben próbálkoztak valamiféle altiszképzést megszervezni, de ennek minimális volt a hatása haderőre. Ténylegesen, és éppen ezért ugye, hogy ez a csoport ne csak nagyobb tizerővel rendelkezzen, hanem okosabb is legyen, igen, úgymond ez, ezért kell bele egy tiszt. Hát amúgy ez a gyakorlat hasonlít, hogy egy kicsit visszamenjünk a második világháborúra, az amerikaiaknak igen, a Normandiában alkalmazott igen, kis rohamcsapataira, amiket szintén egy tiszt vezetett. Igen, egyértelmű, hogy ha nem is vallják be, és ha nem is tudatos, de ha nem is a mintát követik, de ugyanarra a megoldásra jutnak, mint a második világháborúban az amerikaiak a Csendes óceánon, meg Normandiában, hogy kis csoportos, tűzcsoportba oszlik az a rajszerűség, és lehetőség szerint egy akár szakasz parancsnokságra is alkalmas figura vezesse. Ez az amcsiknál általában inkább egy főtörzsőrmester volt, nem egy hadnagy, de olyan, aki tényleg egy szakasszal is elméletileg meg tud birkózni. És eddig az oroszoknál nagyon nem ez volt, hanem hát volt egy továbbszolgáló, vagy egy olyan, aki már 3 hónappal öregebb katona volt, az ő volt a rajparancsnok. Igen, és a tűztámogatásnál még ugye ne feledkezzünk meg arra, hogy van egy nehéz fegyverszakasz is. Igen. Egy a rohamosztálynál, egy-egy pedig van maguknál a rohamszázadoknál is. Ez áll 2 kornehéz géppuskából,
kettő mesterlövés, vagy egy mesterlövészpárból, hogy az egyikük csak megfigyelő. Hát az is lőhet néha. Igen, igen, de nála gépkarabé van. Illetve kettő a GS-17-es gránátvető. Hát az azért csúnyán lehet szólni. És kettő irányított antitankrakéta is van biztos, ami biztos. Azzal is az épületet elég szépen igen, nagyon igen, lehet azzal pontosan lehet igen. lőni, szóval így elméletileg ezek a kis csoportok ugye óriási tűztámogatásra számíthatnak, és saját maguk is viszonylag nagy tüzerővel rendelkeznek. Most ezzel egy probléma van, hogy itt is azért az amerikai tapasztalata az, hogy amikor ennyire komplexé válik valami, ennyire sok darabból, ennyire sok támogató eszközzel, az már nehezíti a parancsnoknak a feladatellátását. Igen. Tehát ez egyértelműen túlterheli a parancsnokot, hogy drón is van, aknavető is van, izé is van, minden van, meg közben irányítok egy gyalogosatot. Igen, még egy kis elektronikai hadviselési csoportja is van ezeknek a rohamosztályoknak is, szóval. Ez ugyanaz a túlterhelés, ami az amerikaiaknál az ilyen hat csoportra eszméjükben a Pantomic Divisionöknél volt, ahol nem zászlóik voltak, hanem hat csoportok. És ez hasonló volt az oroszoknak is a 22-es invázióba használt ilyen szeméttelepei, amikor már minden volt ott, légelhájtó, tüzérség, meg nem tudom mit, csak egy rohadt gyalogos századom nem volt. És akkor azt mind irányítsam, de igazából alapvetően a gyalogossági támadást kéne végrehajtani, csak pont gyalogságom nincs. Tehát ez nem igen, ez volt benne a kihívás. Igen, ez nem olyan jó, és szerintem jobban csinálnák, hogyha egy 15 fős modellbe dolgozna a gyalogságuk, és nem lenne ennyi minden ráterhelve a parancsnokra. Hát most ezért van egy gyalogság köré építve. Hát igen, csak dolog, ahhoz meg még mindig nagyon pici. Érted, ez mert most egy ilyen 12 fős csoport, oké, hogy 4-3 fős komponensből áll, és ha egy megsemmisül, akkor még mindig működik, de azért ez is pillanatok alatt el tud vérezni. Érted? Igen, igen. Tehát, és itt meg az a lényeg, hogy azért úgy meg, hogy kilőnek mindegyikből mondjuk 2-2 embert, érted? És akkor marad még mindig az egynegyed, de hát azok nem egymással szoktak dolgozni, tudod? Tehát, és akkor azokat újra föl kell tölteni, akkor jönnek a vadidegenek, tehát ez a... Hát ez ilyenkor a, igen, ez valakit a, betesznek. Hát igen, nem? Csak ez az a tűzcsoport dolog, amit azért az amerikaiak tapasztaltak egy nagyméretű háborúban, a második világháborúban, hogy igazából, hogyha súlyos veszteségek vannak, és az oroszoknál az van, nem működik igazán jól. Érted? Mert állandóan új meg új emberek jönnek, és oké, tűzcsoport, de nincs igazán olyan fajta kohéziója, mert most ez a eheti géppuskás mesterlövész, mit tudom én ki, és akkor majd jön egy újabb, érted? Tehát nem biztos, hogy ez az akkor működik igazán jól, amikor hosszabb időn keresztül össze tudnak szokni, és nem véreznek el egyből. Vagy ha elvéreznek, utána ki lehet őket egy hosszabb időszakra vonni. Lásd az amerikai tengerészgyalogosokat a kis szigetugrásból, hogy jó, lemészállották őket 3 hét alatt, meghalt a 60%-a, de aztán föltöltötték, és 3 hónapig nem mentek sehova. Érted? És volt idejük összeszokni. Tehát ez azért ilyen gyorsan rotálódó embereknél nem biztos, hogy a legjobb megoldás, főleg úgy, hogy mondom, ahhoz meg tényleg kevesen vannak, hogy ezek olyan marasok mindent elérjenek. Kérnek belőle 2-3 embert, akkor ezzel te már nem biztos, hogy olyan nagy támadást végre fogsz hajtani. Érted? Hát persze, igen. Persze. Tehát nem tudom, szerintem a fél szakasz módszer az jobb lenne náluk. Érted? Legalább egy 15-20 fő körüli valami, akár ugyanígy trojkákra szétosztva, de még ott is szerintem a 4-es megoldás ennyi épület, ennyi helység meg lövészárak harcnál a 4 fős tűzcsoport szerintem hatékonyabb lenne, mint a 3, mert a 4-ből azért, hogyha kilőnek egyet, nyilván egyrészt csak a 25%-os veszteség, nem 30, másrészt meg akkor még mindig van egy másik 2-es, amivel még lehet manőverezni. Érted? Igen. Tehát én nem, és az épületharcászatnál nem véletlenül nagyon nem szokták a 3 fős felállást használni. Az oroszok talán igen, de sehol máshol nem erőltetik azt, hogy ott 3 fős csoportokból mindig 4 fők mennek be a épületbe. Érted? Mindig. Vagy még több is. Tehát nem igazán értem, hogy
ez jobb nyilván, mint ami eddig volt, meg jobb, mint azok a nagyon elcseszett gyalogos rajaik. A Wagnernál ez jól működött, csak a Wagnernál ne felejtsük el, hogy hát ott azért jobban is voltak képezve, meg ott nem lehetett visszavonulni. Nem mondanám, hogy jobban lettek volna képezve. Hát az altisztjeik úgymond azok azért jobban, mert azok addig már végig zsoldoskodták a félvilágot. Hát, jaj. Tehát ott azért kicsit más volt a leosztás, meg az összeszokottság is más. Sokkal volt. Kisebb volt viszont a támogató eszközök mennyisége. Az tény. De ez, mondom, ez azért könnyíti a parancsnok dolgát, hogy nem kell 23 felé figyelni, és közben egy tűzharcot is vezetni, és mozgatni három egységnyi komponenseket. Igen, igen. Az ukránoknál amúgy nagyon hasonló volt a háború elején, szóval ott is 9 fősek voltak a rajok, csak az nem oszlott két csoportra, hanem egyben tevékenykedett, ugye a tűzpárokat nem alkalmazták. Ez mondjuk elég primitív megoldás, hogyha még tűzpár sincsen. Nem volt semmi ilyesmi. Ugye NATO kiképzésű alegységek, nem tudom, hogy bejöttek a tűzpárok, vagy sem. Hát az Azovban, meg az ilyen helyeken szerintem volt. Az Azovnak más, szóval azt hagyjuk, az külön. Igen, az kicsit más történet. Annyiban tért el, ugye ugyanaz volt majdnem a fegyverzet is, igen. Szóval aki gépjárművet vezet, vagy brádiós, vagy hasonló, annál egy AKS-74U van, ez egy rövidcsövű AK. Aki meg lövész, annál AK-74-es van, az oroszoknál ugye AK-74M van többnyire, az ugye annak egy jobb, újabb verziója. Ja, annyiban mindenképpen jobb, hogy az egy viszonylag új gyártású fegyver, szóval 2000-es években készült, és nem valamikor a jó esélye 70-es, 80-as években gyártották. Nincs kilőve még belőle minden, igen. Nem olyan a csavarmenete, hogy már nem látom, úgy megy el. Igen, ugyanúgy van benne egy géppuskás, vagy golyószórós. Hát ugye, ez kell is egy rajnak. Igen, itt is viszont van a fegyverzetben különbség, szóval az oroszoknál többnyire PKP van, ami a PKM egy újabb változata, vagy pedig ugye PKM, ami hát ugye a klasszikus, jól ismert szovjet géppuska. A sok netes okoskodó ellenére lehet vele csípőből tüzelni. A szerbek is, meg a horvátok is csinálták, most az ukránok, a meg az PKP-t jobban meg lehet fogni, mert annak fix füle van. Meg, de a PKM is lehet csípőből tüzelni. PKP-ban az, ami az utolsó betű a pecseng, azaz a besenyő. Besenyő. Igen, ugye a PKM-ben az utolsó betű a modernizált. Szóval ez egy kicsit érdemes. Az képest az a régebbi. Az a régebbi, igen. Igen, de hát ugye a modernizáltnak a fokozása a besenyő. Jó? Ez már hátrafelé nyilaz. Igen, és ezen kívül az ukránoknak volt egy olyan gondjuk már a háború előtt is, hogy sajnos nem volt elég PKM-jük. Valószínűleg eladták őket még a 90-es években. Meg kilopták, ezt nehéz megmondani. Ugye helyett jellemzően RPK-ik és RPK-74-eseik voltak, ami ugye a gépkarabénak a kicsit vastagabb csövű, kicsit strapabíróbb villával ellátott. Villás lábon áll, és azt mondják rá, hogy golyószóró. Golyószóró változata. Becsém, egy alkalmi golyószóró. Igen, úgy, az ukránok úgy tudták megoldani, hogy egy szakaszból egy rajnak van PKM-e, kettőnek pedig RPK-ja, vagy RPK-74-ese, ami hát ugye nem a legjobb. Hát nem. Ezt azzal igyekeztek ellensúlyozni, és hát nem azzal igyekeztek ellensúlyozni, de annyiban más volt viszont a rajbeosztásuk, hogy náluk viszont a háromból kettő rajnál volt egy-egy mond mesterlövész, akik ugye SVD-vel voltak felszerelve. Az oroszok ilyeneket külön nem alkalmaztak. Amúgy érdemes megjegyezni, hogy a donyeckieknél vagy a luhánszkiaknál a beosztás ugyanaz, mint az ukránoknál. Szóval nem, mint az oroszoknál, hanem mint az ukránoknál. Ott voltak dezignált mesterlövészek. És amúgy a háború elején ez a géppuska hiány odáig ment az ukránoknál, maximokat hogy is nagy számban reaktiváltak maximokat, szóval 2022-ben, néha még 2023-ban is maximokat használtak. Kitűnően a kijevi harcokban az öreg vízhűtéses maximok legszebb szovjet polgárháborús időket idézve, jó, hogy tacsankákat nem állítottak föl, lovas szekérre egy rakást, aztán lőjünk minden. Kitűnően működtek, nehéz, mint a dög,
úgy célszerű csak kezelni, hogyha hárman kezelik, és legalább ugyanannyi biztosítja, mert ugye mozgatni nagyon nyögvenyelős, és fedezni kell őket, közben meg hullanak a mozgatás közben az emberek, tehát ez egy fél raj kb., ami egy ilyen géppuskához kell, de jó, tehát ha épületben van, akkor onnan rohadt messzire rohadt jól tud lőni, és tényleg viszonylag pontos is. Igen, a fő páncéltörő fegyverzetük mind az oroszoknál, mind az ukránoknál az RPG-7 maradt, ugye van egy rakás másikféle hát, RPG, de tulajdonképpen, hogyha van hozzá megfelelő robbanófej. Igen, ott a robbanófej lényeg is. Lásd a gázai konfliktust, igen, akkor azzal is ki lehet lőni szinte mindent. Hagyományos szóval tényleg lassan már csak a rendőrautót lehet szétlőni, mert is más nem, viszont a jobb fajta fejekkel azokkal meg szinte minden, meg attól függ, hogy hány RPG-s lő hány irányból és milyen pontosan. Igen, igen, ugye az oroszoknál annyi volt az újítás, hogy ők már használtak ilyen repesz meg termobárikus fejeket is hozzájuk, szóval ott kicsikét nagyobb volt a választék. Ezen kívül használt mind a kétfél RPG 22-eseket, ez ilyen egyszer használatos eldobható rakéta. Ilyen Panzerfaust jellegű valami. Ezek viszonylag nagy számba rendelkezésre álltak mindkét oldalon. Hát meg az ukránoknak azért jócskán volt. Igen, az ukránoknak aztán idővel felfejlődött. Ez nem azt jelenti, hogy Javelin került volna mindenhová, bár a háború egy nagyon következetlenül osztogatták. 22-ből a kievi harcokban ott mint a cukorkát úgy osztogatták. Igen, a igen, Enlót meg a Javelin. De később, amint megszületett az első szabályozás, már előbb lekorlátozták dandár szintre, hogy egy dandár közvetlen egységnél lehet esetleg. Igen, a diktatőröknél szakaszok is lövöldözgettek vele, és nem is egyet, és elpocsítottak. Illetve kritikus helyzetben ki lehet osztani ilyen zászló, vagy közvetlen egységeknek is, de aztán később, amikor ugye még kevesebb lett a Javelinek száma, akkor a tüzérdandároknak a páncél elhárító zászlóaljaihoz került, szóval... Hát ez viszont megint egy nem jó izé... kicsit szükebb lett. Mert ezt azért nemzetközi önkéntesek sérelmezték, és ezt tényleg olvastam pár napja, hogy 22-ben jobban álltak páncéltörő kézi fegyverzettel, mint most. Igen, igen. Ami de... azért durva. De ami nem Javelin, meg Enlo, hanem egyszerűbbek, azokból azért viszonylag több van a csapatoknál jelenleg, egyértelműen mind a háború elején volt. Az álló is rém egyszerű, analfabéták is tudnák használni, csak az ukránok... Egyszerű, csak nem, nincs ilyen nagy számba, mert hát drága, és igen. Viszonylag kis volumenbe gyártják. Ja, hát meg az ukránok olyan tahók voltak, hogy néha szinte hátrafelé lövöldöztek vele, mint a követ csapatban. Tehát igen, igen, de... Nem értették azt a nagyon bonyolult ábrát, hogy azt, hogy fogod, megnyomod, és arra nézel, amelyre de kell. Kétségkívül ilyenekkel jobban állnak, illetve hát, hogy a géppuskákat is azért a főképp különböző amerikai géppuskákkal valamennyire sikerült. Meg belgát, sok FM-t kaptak. Igen, ugye gépkarabénból maradtak az AK-74-esnél többnyire. Nagyon sok magasabb egység, amit próbáltak átfegyverezni különböző nyugati fegyverekre, ő is idővel visszatér. Arra is nem bírja a strapát, és nem bírja azt, hogyha 1000 lövést leadnak vele 3 óra alatt kész. Tehát ezt tudomásul kell venni, az ottani sáros, stb. Viszonyok között felejtsék el az összes többit. Ami működik nagyjából, az a németeknek a MG42 harmadik verziós kiadású géppuskák. Ja, azokat szeretik, azért szeretik. Meg különböző amerikai géppuskákat hát is szeretik. Az is, igen. Szóval, a Browningokat azokat bírják. Igen, igen. Szóval ezen a téren egyértelműen fejlődött az ellátásuk, de azt érdemes azért látni, hogy a háború elején azért főképp a géppuska problémák miatt kisebb tüzerővel rendelkeztek, mint az orosz megfelelőik. Aztán ugye az átszervezésük is kicsikét másképp zajlott, ugye rohamfunkcióban többnyire ezek kétfelé oszlanak, egy kisebb félre, amelyik támad, illetve egy nagyobb félre, amelyik fedez, illetve evakuálja a sérülteket, és hasonlók, és jellemzően melléjük pedig egy aknavető üteget rendelnek. Szóval itt annyira nem túl bonyolított a rendszer jelen ismereteink szerint, mert itt azért valamivel kevesebbet tudni. Hát attól függ, melyik ukrán dandár, tudod, mert most azért az Azovnál ott rengeteg a drónjuk. Igen, nyilván ugye szakaszszinten egy rohamszakasznál úgy próbálnak használni drón, de ez nem feltétlenül megoldott. Inkább
inkább az a jellemző, hogy akkor a Dandárnak van egy drón százada, ami valamilyen szinten vagy együttműködik velük, vagy nem. Jó, de igen, tehát tényleg nagyon válogatjuk, tehát a Krakennél, Azovnál, ennél, annál, ott rengeteg a drón, ott ugyanúgy röpködnek, mint az oroszoknál. A területvédelmieknél láthatólag nem nagyon osztogatják a drónt, ott ha vannak is ilyen drónos századok, az vagy működik, vagy nem működik, vagy van drónja, vagy nincs drónja. Igen, hát nincs minden egység. Igen, tehát ez nem ilyen egyértelmű. Az idegen légiónál úgy tűnik, hogy ott elég jól állnak ebbe a drónos témába, mert ott azért rájöttek, hogy azt a nyugatiak azért általában jobban bírják, hogyha azt kell csinálni, meg jobban is értenek hozzá. Tehát ez egy nagyon az tengerészgyalogosaiknál is azért vannak drónok az ukránoknak. Igen. Többé-kevésbé. Tehát ez nálunk nagyon alakulat. Szóval jelenleg így működnek a rohamegységek orosz, illetve ukrán oldalon. Ami még így a második világháborúra visszatekintve egy jelentős eltérés az, hogy ugye ezek a rohamegységek kivívják az áttörést, kivívták az áttörést akkoriban is, ugye arra lettek kitalálva, hogy egy megerősített frontszakaszon át tudjanak törni. Viszont ott léteztek ilyen áttörő egységek, amik ezt ki tudták aknázni. Jelenleg viszont azt nem látjuk, hogy lennének ilyen átterő egységek. Szóval... Hát az oroszok, mintha kísérletet se tennének rá, hogy ilyenek legyenek. Az ukránok a 23-as offenzívájukat azért úgy képzelték el, hogy ők ott kijutnak a mélységbe. Ja, persze, csak nem jött össze. Tehát ott azért voltak felkészítés félességek, én nem voltam ott, tehát ezt így nem merem egyértelműen, de azért az, hogy akkor az egyik zászlóalj az áttörje a védelmet, a következő az meg előre hömpölyik a Bradley-ken, és akkor ott randalírozik, ezt azért, és akkor kiugrálnak, és akkor gyorsan mozogva halad tovább előre, ezt azért ők így gondolták el, hát ez ugye nem nagyon jött nekik be, illetve azért az ellentámadásaiknál ott látszik, hogy megint csak a jóreg Azov, meg a jóreg Kraken, meg ezek azért ki vannak arra képezve, na gyerekek, akkor most gyorsan egy ilyen Gegenstoss-t, és akkor, igen. Akkor mi azért támadunk, és 500 méterrel visszavetjük őket, és nem állunk be 5 méterenként beásni magunkat 3 tucat lövészállókba, hanem akkor megyünk, amíg bírunk, és akkor ne adj Isten, még azt is megteszik, hogy akkor a századok ilyen echelonba próbálják egymást váltani, hogy akkor az első század előre ment 200 métert, a második 300-at, és akkor a harmadik is. Igen, amikor ugye a legeredményesebbek voltak az ukránok, a Mokriali völgyében ott nagyon gyakran ezt csinálták, hogy ugye előre ment az egyik, igen. Szakasz megtámadta a fasor egyik részét, közben már indult is a következő, igen, az a következő, igen, szekcióját, igen, támadta, igen, meg a fasor, ezt így is követőt, és hogyha valamelyik szekciót nem is vették be, akkor most azt átugrották, és a következőt bevették, és hát ugye, hogyha a kettő szomszédos rész be van véve, akkor így is megpróbálnak majd visszavonulni. Igen, tehát ez látszik, meg azért a gépesített hadviselésre is azért az Azovnál látszik, hogy ők tényleg úgy mennek csatába, hogy ahogy kell, nem ezt az ilyen ülünk a tank tetején, aztán ökölködünk össze-vissza. Az oroszok ezt még nem csinálják, ők még mindig úgy érzik többnyire, hogy ez nincs elég gyalogságuk, hogy ezt így megpróbálják, mint ahogy például az ukránok csinálták a Mokriali völgyében. Igen, tehát ott vannak az ukrán haderőnek olyan részei, amik azért jók. Tehát itt most kár lenne szidni, az oroszoknál is vannak, csak az inkább olyan hébe-hóba. Hát előre megyünk, igen, utána felderítjük, hogy mi van ott, igen. Hogyha felderítettük, szétlőjük, utána megpróbálunk előre menni kicsit. Hát a szöttyögnek. Halad bele, igen, és hát tartsd módszer, stb. Igen, ott ugye a tüzerő az az elem, amit inkább ki akarnak használni, a másiknál pedig az élőerő. Kivételt alkotott a Wagner, mert ők ugye folyamatosan mentek előre, és ők ugye abban is más taktikát folytattak a normál orosz haderőnél, hogy ők hasonlóan a második világháborús szovjet taktikához, amit legtöbbször alkalmaztak, hogy minél közelebb kerüljenek, igen, az nagyon közel, minél közelebb, igen, lássák be magukat. Kézigránát dobásnyi távolságra mentek, ez egyértelmű volt a bakhmuti harcokban a városon kívül is az ukránokhoz, és onnan megvettek őket kifüstölni gyakorlatilag. Igen, és ugyanakkor egy reguláris orosz egység, hogyha 3 vagy 500 méterre ássa csak be magát, akkor már nagyon közel, igen, ment. Igen, és a tüzérség miatt a Bogma Wagner meg az is volt, mert tök lett.
tudták az ember veszteségeiket. A sittesekből jött újabb pár század, betömték a lókalukba őket, azt mondták, hogy lőjél, csezd meg, kész. Ez jó, az ilyen töltsélekből dobáljuk egymás gránáttal, az nem kell kiképzés, meg semmi, nem kell érteni, folyamatosan az emberanyagot kell bedobálni a húsdarálóba, aztán majd csak elfogy az ellenség. Hát ez nagyon ilyen vietnámi típusú taktika, ezt a vietnámiak úgy nevezték, hogy megragadni az ellenség övét. Tehát, hogy olyan közel menni, hogy az amerikai tüzérség ne tudja őket bombázni. Előtte is csinálták a franciák ellen is. Ez egy másfajta daráló. Tehát amikor nem tudok, vagy nem akarok belemenni abba, hogy ezért viszont van sok feláldozható gyalogosom, és akkor majd csak elfogy az ellenség, és onnan nem tud már mit csinálni. Előre megyünk. Igen. És így ki lehet, tehát így azt is meg lehet tenni, ugye, hogy a viszonylagos képzetlenség ellenére, ha tömegben vannak, akkor muszáj harcolni, mert ottan vannak a pofájukba, tudod. Igen. Tehát ez is, hogy nem tudnak, hát nem csinálunk semmit, mert 500 méter van az ellenség, és akkor tök jó, számolom a napokat, hogy mennyit kell még letöltenem a 6 hónapból. Ja, mint a voledári támadásnál, igen, amikor tehát megindították. Igen, tehát közel 2 kilométer senki földjén hát keresztül. Igen, az dejék volt. Azt csodálkoztak, hogy tele volt aknásítva az egész, mert feldejíteni ugye nem köl. Előtte véletlenül se kell közeledni, de amúgy a Robotineit is mondhatnám Ukrán részről, ott is ugye óriási senki földje volt a kettő között, és ráadásul hát egy teljesen nyílt terepi senki hát földje az volt. Ukránokat még hülyébbek voltak. És végül is ugye az lett a nagy megoldás, túl azon, hogy folyamatosan küldték a szélrózsa minden irányába a kis szakaszaikat, hogy hát ha valamelyik sikerül, van, valahol igen, megkapaszkodnia, igen. Hogy ezen a nagy senki földjén keresztül, ami még egy kevéssé senki földj és fasor jellegű valami, legalábbis egy szakaszon, mert nem mindenhol, ott egy hosszú, sok kilométeres megközelítő árkotás. Zseniális. A britek mondjuk kb. 1916-ban már idáig eljutottak volna. Igen, de a britek sok megközelítő árkotást tett volna, bizony, és nem pedig a megközelítő árkot lenne. Igen. Hogy tökéletesen belőhet az ellenség egy tüzérségbe, pontosan tudják, hát, hogy tökéletesen be is igen, hát tudjuk. Igen. Tehát nem túl. Tehát a Hubában ezt összön megbeszéltük, szerintelenség nélkül, ha mi oda mentünk volna ebbe a háborúba, és nem döglünk meg a legelején, akkor már lehet, hogy ott dandárparancsnokok lennénk, vagy azok nem is, de dandártörzsfőnökök, vagy zászlóalparancsnokok, vagy valami, mert így, ahogy ezt vezetik, ez tényleg nagy képűség nélkül bárki tudná így vezetni. Bárki. Hát... De, tudná. Anyám jobban csinálná, hallod. Egy katona se volt. Hát józan ész. Azért vannak benne, amit jól csinálnak. Van. Csak sok minden van, amit lehetne jobban. Hát, meg ez az igazi keleti szláv darálós izé, meg az ilyen vojna, az háború, kész. Igen, meg ugye azért nehéz meghatározni, hogy orosz részről például mennyibe köti meg a politika, hát, igen, tábornokok kezét, igen, mert szerintem azért lenne, aki ennél ötletesebb biztos, lenne. Biztos. Abból indulunk ki, hogy 22-ben milyen nagyszabású, ilyen átkarolás, igen, olyan áttörés, amolyan áttörés volt ott haditervekben, főképp, hogyha mondjuk megnézzük az észak-keleti részt, azt a Szumi, Csernyhív és hasonlót, ott olyan manőverek zajlottak le orosz részről, amiket a második világháború óta nem. Igen. És megirigyeltek volna. Igen. Azt mondták, hogy ez nagyon szép. Több száz kilométeres előjött, és stb. Igen. Tehát valószínűleg lenne az ukránoknál is azért a politika biztos, hogy beleszól jócskán, mert azért most a legutóbbi ilyen nagyobb baléjuknál, amikor ugye az Azov kezdte el a füstjeleket föllőni, hogy szar az egész vezetés, tudod, amikor oda csapták őket a hova a fenébe is, hogy próbáljanak betömni velük egy arcvonalat. Ja, hát ott Avgyivkával. Avgyivkánál, igen. Tehát ott is az egyértelmű volt, hogy azt hagyni kell a francba, ki kell ülíteni, hát a YouTube-on már megmondták YouTuberek napottakkal előre, hogy össze fog dőlni, nem, bedobjuk az Azovot, majd az Azov megállítja őket, az Azov meg között, az meg örülünk, ha mint Leon Dögrel dandára nyitva tartjuk a pokol kapuját, hogy kimeneküljön, aki még él. Igen, szóval az orosz hadvezetésnél valószínű, hogy van egy ilyen blokk, hogy
Ne kockáztassatok, fiúk, semmi nagy manőver. Vagy leváltunk. De nem fogtok ti beküldeni egész harckocsi ezredeket, meg ilyesmi. Hogy képzelitek, nem, csak valami kevéssé kockázat. Kis egységekkel, a 20 katonát veszítünk, az elmegy, igen, 200 annál sok. Az ukránoknál is van egy ilyen jellegű taktika, hogy ugye az ukránoknak szokták mondani, hogy néha egy orosz kritikusaik elsősorban, hogy az oroszok nagy büszkén szokták mondani, hogy nekünk stratégiánk van, nekünk katonai stratégiánk van, az ukránoknak meg PR stratégiája. Hát meg az ukránok itt mondjuk, most... Mondjuk ez azért teljesen ez nem igaz, de nagyon sok esetben látható azért, hogy például azért küldnek egyesével a páncélosokat, nem azért, mert így látják jónak feltétlenül, hanem sokat. Mert elvesztenek egyet, igen. Készül róla egy felvétel, azt is sehol se jegyzik, mert igen, de ott van egyet négy, elveszteni, az nem veszteség. Ott van négyet egy kupacba. Jó, néz ki. Igen. Meg azért is azt is valljuk be, hogyha egy tankot lőnek ki, akkor ott esélyes, hogy ott nem fognak egy teljes tüzérségi záró tüzet lőni a menekülő 3 darab, vagy 4 darab, vagy 5 darab kezelő személyzetére. Hogyha kilőnek 5-öt, akkor ott valószínűleg azt lebombázzák a francba. Hát... Igen, hogy pusztuljon a kezelő is, és azt azért nehéz pótolni. Azért egy tank, jó, most ott vagy küldenek rá drónt, vagy nem, vagy valamit csinálnak, vagy nem, onnan azért esélyes, hogy el tudnak még menekülni, ha túlélték a tank elvesztését. Ha többet is, akkor biztos, hogy direkt bebombázni kezdik ott a környéket, ami logikus. Másrészt meg az ukránok, mert azt láttam, hogy most nagy nehezen megemésztették azt, hogy nekik most a stratégiai védelem az egyetlen járható kitűzés, és már Krinkit is kivítették, csodák csodája. De nekik rosszabbak is a lehetőség, szóval, hogyha egy ukrán tábornok lehet akármilyen fantáziája, rábólintana Zelenszkij, rábólintana akárki, akkor se tudná megvalósítani, mert nincs meg hozzá se a tűzközérség, se a légvédelem. Hát igen, szerintem nincs. Tehát itt ők tényleg abba tudnak belemenni, hogy kis csoportos harcba jönnek, és ezeket az ilyen tűzoltó brigádokat, azovokat, krakeneket dobálják ide-oda, ahol már nagyon összeomlóban az arcvonal, és bíznak abba, hogy most akkor kitartunk, és akkor majd lesz megint egy ilyen téli valami, és akkor ott nagyobb az offenzíva nem lesz. Amilyen mondjuk elnézve Bakhmutot, meg az összes többi ilyesmit, az ki tudja, hogy nem indítanak egy újabb húsdarálót valamikor október végén, de hát most előfordulhat lehet, igen. Hogy... Csaszivjal már fölkészül. Azért vannak úgy, hogy takarékoskodunk a páncélosokkal legalább, igen. Hogy azért legyen mivel ellentámadni. Lehet, hogy lesz egy nagyobb húsdaráló megint, azt azért nem biztos, hogy az ukrán hadsereg már lábon kihordaná, hogy egy harmadik ilyen mini Verdönbe is, meg mini Stalingrádba bele kell ilyen dobálnia mindent. Meg ami még úgy nagyjából látszik, hogy azért arra törekednek az ukránok tényleg, hogy azért egész alakulataik ne omoljanak teljesen össze. Azt úgy próbálják elkerülni, hogy azt úgy be kelljen vallani, hogy akkor... Hát ugye már volt rá példa, ugye pont a jobb szektoros csipet csapat, amit föl is oszlattak utána, de azért azt, hogy láthatólag azt, hogy próbálják elkerülni. Meg hát a másik, hogy regeszmésen, hogy ott van még 3 darab bunkerünk ott, akkor mondhatjuk, hogy az még a miénk, az a falu. Tehát ez a másik, ami látszik, hogy mániákusan, ilyen Adolf Hitler stílusban, már pedig ott az, mi még tartjuk, azt van 1 darab lövészárok a szélén, a falutábla mellett, az még a miénk. Tehát ez... Nem tudom, én a helyükben már neki fogtam volna egy stratégiai visszavonulás előkészítésének, mert ezt nem biztos, hogy az orosz tüzérségnek ez alatt, a záró tüze alatt nekik célszerű ott maradni. Hát már egy ideje ott vannak alatt. Hát jó, de hogyha most tegyük fel, igen. Hogy... Nyilván eddig se volt, nem volt feltétlenül jó. Célszerű. Igen. Tegyük fel, hogy nehogy Isten hajlandóak lennének mondjuk azon a néhány helyen visszavadulni 10-20 kilométert, érted? Mondjuk, mint ezt már sokszor elmondtam, mint a németek 1917 elején. Hát nem, nyomás nem csökkenne ott se. De igazából. Hónapokat nyelhetnének vele. Max pár hetet. Hát akkor heteket, az is jobb, mint a semmi. Át kell helyezni a tüzérséget, át kell helyezni a tüzérségi depókat, át kell helyezni útvonalakat, stb. Az oroszok lassúak azért ebbe, Huba. Lassúak.
Érted? Főleg, hogyha, de lassúak, főleg, hogyha mondjuk ott a felperzselt föld taktikáját alkalmazzák, és mindent fölrobbantanak, és mindent aláaknáznak, akkor még lassabbak lennének. Visszavonulnak valami folyó mögé, előtte lévő 10 kilométert meg aláaknázzák a francba, amíg azon átmásznak, áthelyezik a tüzérségüket, harckocsiknak építenek valamit, mert fölrobbantják mondjuk az utakat is, töltéseket, stb. Hát az bizony szerintem lenne azért 6-7 ruszki maci tempóban. Hát nem minden, hogy sok mindent megoldanának ilyen visszavonulásokkal. Nyilván az egész... Egyszerűen nem, annyira nem kacskaringós az arcvonal, szóval ennek akkor lenne értem, hogyha olyan fjordos lenne, mint a... Mint az első világháborús, igen. Vagy mint a második világháborús keleti arcvonal, és néha az volt, de ahhoz képest a jelenlegi ukrajnai arcvonal szinte egyenes. Már csak azért is, mert ugye többnyire elég nagy térközökkel, elég nagy szürke zónákkal dolgoznak. Tehát az észak-keleti arcvonal szakaszon azért ott a Harkovtól keletre eső részeken, tehát Luhanszk északon ott azért visszavonulhatnának. Hát, az gondolom. Igen, de ott azt szerintem semmi értelme nincs. És azért az tényleg az a rész, ahol már szorongatják a magyaróikat, az oroszok és a tüzérségük azért elég komoly bajokat okoz. Hogy ott nekik folyamatosan manőverezgetni kell a folyónak a túlpartján. Azt hagyniuk kéne a francba. De mindegy, nem osztom tovább kéretlenül a tanácsokat az ukrán vezérkarnak. Igen. És még mindig nem kapunk fizetést se az FSB-től, se a GRU-tól. Se az SBU-tól, se a CIA-től, se a Mossad-tól, se a Hamas-tól, senkitől, úgyhogy ennyit, ahogy orosz vagy ukrán barátok lennénk. Igen, hát ilyen nagy kérdés az, hogy a drónoktól mennyire lehet egy komolyabb csapat koncentrációt mozgatni. Hát, mármint orosz részre ez a kérdés, mert ugye ukrán részről már csak az orosz légifelény miatt sincs erre komoly lehetőség, de orosz részről azért ugye ezek a drónos egységek azért nem olyan iszonyatosan nagy létszámúak, szóval sok drónjuk van tartalékban, de egyszerre annyit nem tudnak a levegőben tartani, és éppen ezért gondolják úgy többen is, hogy valójában az ilyen nagyobb csapattestek mozgatása az megoldaná a drón problémát, lévén, nem tudnának eleget felküldeni. Nem tudnának eleget felküldeni, azaz tehát ugyanúgy el lehetne érni áttörést, mint hogyha nem is lennének a drónok. Másrészt, hogyha nagyon sok nagyon erős a csapatkoncentráció, akkor azt egyszerűbb is védeni légvédelemmel hát, a drónokkal igen. Szemben, mint hogyha nagyon szét lenne szórva. Igen. Az oroszoknak tényleg most egy ilyen szomi első harckocsi bevetés típusú dologba kéne eltűnődni, hogy akkor 200 tank így faltól falig induljon neki, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz belőle. És simán lehet, hogy ott behorpasztanák az egészet, és összeszakadna az arcvonal. Hát igen, sok mindenen kellene még hozzá javítani, a közeli légi támogatást többet gyakorolni, erre ugye a helikopterek hát, kiválóan alkalmasak rengeteg van, csak soha nem akkor jönnek, amikor támadnak az oroszok. Nagyon ritkán működnek együtt rendesen, másrészt a ködvetéssel is komoly gondok vannak, hogy ott... Nagyon-nagyon lassan mutatnak fel fejlődést azon a téren. Hát meg ez is, hogy ott akkor gépesített gyalogsággal tényleg azért volt már egy-két ilyen lukütéses sztorjuk, amikor nem azt csinálták, hogy akkor ott lehetett volna menni 10 kilométereket előre, hanem ott is ezt a jó, nem 200 méter után megálltunk, de 500 méter után megálltunk. És igen, meg úgy vonultatjuk fel az erősítést, hogy azért ássuk nekik levészárkat útközben is, hogy biztonságban legyenek. És ilyen szakasz méretekben manőverezgetünk ott össze-vissza, mint valami junior tiszta hadgyakorlaton, érted, amikor be lehetett volna dobni egy zászló alatt is, amellett a rohadt vasúti töltés mentén aztán előre ömpölyögni 5 kilométert. Úgy se tudták volna elvágni. Tehát jó, könnyen osztjuk az észt innen, de azért látszik. Ha kellően biztosítják, nem tudták volna elvágni, igen, maradjunk ennyiben. Hát olyan tűzfölényük volt, meg az ukránok úgy le voltak ott helyben a amortizálódva, hogy nem azzal lettek volna elfoglalva, hogy elvágják, hanem hogy megállítsák valahogy azt, ami befelé ömpölyög, érted.
nem értjük a helyzet kihasználásoknak a hiányát. Lehet, hogy csak az alkalmas pillanatra várnak, amikor igazán alkalmas lesz, és igazán érzik magukban az erőt. Igen, amúgy lehet. Ezt majd nyilván meglátjuk idővel. Lehet, hogy egy télen elkezdenek egy darálót, és amikor már fél ukrán hadsereg megint, mint Verdönt megjárta azt, és ki van dögölve, indítanak valahol tök másról egy offenzívát. Mondjuk harckocsikkal, ha már végre hidegebb az idő. Igen, érezhetően hosszabb távlatokba gondolkodnak. Biztos. Tudi. Tehát ő az orosz nézőpont szerint ez a háború, hogyha még 25 teljes évben zajlik, az még nekik mindig belefér. Ja. Tehát ezt nyíltan meg is mondták, hogy igazából nem érdekli őket, hogyha ez nem ér véget idén, sőt, jövő tavasszal se, tehát ez őket nagyon nem izgatja. Itt a kérdés az az, hogy mit kezdenek majd most, hogyha ki lesz az amerikai elnök, aztán, hogyha aki lesz, az mit akar majd, meg mit tud majd összehozni, meg hogy az ukránoknál Zelenszkijjel kapcsolatban mennyire fogy el a türelem, hogy még mindig össze-vissza beszél. Meg azért láthatólag Zelenszkijnél van egy ilyen kettős beszéd, hogy külföldre már nagyon nem azt mondja, mint amit néhány hete mondott. Most már ugye Oroszország őszítőt is akarná a nagy békekongresszuson, ami még tavasszal kitiltotta őket, meg most már sok mindenről beszél, hogy akár így meg is lehetne szavazni azt, hogy akkor terület nyereség nélkül záruljon a háború, meg ilyenek. Tehát ott azért van egy nagy eltérés ahhoz képest, hogy a Krímet is vissza, és majd akkor lesz vége. Nem nehéz ezt megmondani, hogy mit fognak ezzel kezdeni, de ez egy elhúzódott. Tehát idén biztos, hogy nem lesz béke. Augusztus 2-a van, tehát idén tudja, hogy nem lesz. Ezt majdnem 5 hónapra előre megmondjuk, hogy ez felejtős. Hát igen. Hát szomorú. Na, milyen témánk van? Szerintem ennyi volt a harcászat. Igen. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Viszont látásra. Viszont.